kis grafikákból álló kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők azon a tárlaton, amely szerda délutántól látogatható a Vörösmarty Mihály könyvtár Tolnai utcai tagkönyvtárában. A kisjelző ez esetben ténylegesen az alkotások méretére utal. A kis grafika műfajába az Ex Libris műfaja tartozik, ami a könyvtárhoz is kapcsolódik, ugye ez egy régi, úgymond tulajdonjegye volt a könyveknek régi időben, illetve az alkalmi grafikák, tehát ezeket soroljuk szorosan a kis grafika műfajába. A többi kiállított mű az kis grafika, tehát kisebb méretű, sokszorosító grafikai eljárással készült képek. Danka Attila kérésünkre egy-egy mű születésének körülményeiről is beszélt. Az egyik munkára kifejezetten emlékszem, hogy ültem a vonaton, és akkor beugrott, hogy fú, ez így fog kinézni, és egy az egyben megvolt a rajz. Van ilyen is, van, amikor pedig nagyon sokat gondolkodom, hogy megvan az ötlet, szeretnék valamit kifejezni, elmondani, de hogy hogyan fog ez kinézni, azt még nem tudom, hónapokig érlelem, mire munka lesz belőle. A Vörösmarty Mihály könyvtár Tolnai utcai tagkönyvtára minden hónapban lehetőséget biztosít egy-egy alkotónak arra, hogy bemutassa a művészetét. Minden hónapban tartunk kiállítást a könyvtárban. Általában hobbi kiállításokat, de nagyon szívesen látunk olyanokat is, akik profi alkotók, illetve amatőrök. Hát nyilván Danka Attila a profik közé tartozik, hiszen már évek óta foglalkozik ezzel a technikával. A kiállítás február 1-től február 28-áig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.